mennyiség hol van, bekapcsolva. Nem kell. Csak beszélni kell. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Bankcsapda nevében. Az a helyzet, hogy a múltkor többen voltunk. És az a helyzet, hogy ahogy én látom, hogy egyre kevesebben leszünk. Ennek az az oka, hogy ez a gyors kifosztó uzsora termék, ez államilag megtűrt és irányított módon lett végrehajtva. Néhányan tudjátok az álláspontunkat és ismeritek a követeléseinket, amik arról szólnak, hogy a jegybank ellenünk dolgozott! Nem tudtok olyan példát mondani az egész világon, ahol ez előfordulhatott volna öntetlenül! Egyetértek Lacival, nagyon fontos ez a mai per. Ez a per azt bizonyítja be, hogy egy pici kis hiba, egy pici kis számítási hiba is azt eredményezheti, hogy ezek a szerződések érvénytelenek. De ezek a szerződések nagyon fontos, hogy milyen szerződések? Uzsora! 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 Mit nem csinál a magyar ember? Nem fizetünk uzsorát! Nem fizetünk uzsorát! Nem fizetünk uzsorát! Nem fizetünk uzsorát! Átadtuk a miniszterelnök hivatalnak, át is vették, továbbították a miniszternek azokat a követeléseinket, 7 pontban álló követelések, amit nagyon szép számmal meg is osztottátok a közösségi oldalon. Gyerekek, nem is válaszoltak rá. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, milyen döntés születik benn, nektek ki kell állnotok az igazatokért! Elég volt a mutyiból, elég volt az árfolyam mutyiból és az összes többi csalás alapú mutyiból! Elég volt! Én úgy gondolom, hogy remélem kapom még lehetőséget ítélethirdetés után. Én úgy gondolom, hogy nem lesz hosszabb ez 20-25 percnél. Tehát szépen bemennek és felolvassák a már kész ítéletet. Tehát volt idejük bőven, meghallgattak mindenkit, azt is, akit nem kellett volna. Ugye szépen felolvassák az ítéletet, utána szerintem mi értekezünk egyet, hogy elfogadjuk-e azt az ítéletet. Köszönöm szépen!